MZ Perix, MZ Perix, jelkezz, jelkezz! Electronic dance music. Ez itt a Privát Gondolatok, tematikus elektronikus zenei léleksimogató. A mikrofonnál. Halló, sziasztok, szép estét kívánok, megint Szigeti Péter, megint egy ilyen kellemes pizsamás vasárnap este. És hát itt a napokban gondolkodtam, illetve ezekben az órákban is, hogy azért itt már ez a hatodik műsi, ami azt jelenti, hogy a hetedik egész pontosan, mert volt egy 0-0-0, amivel egyébként itt teszteltük magunkat. És hát ez most már lassan, ugye a hét, jövő héten a nyolcadik, két hónapja megy az, hogy ilyen nyugdíjasba szépen így vasárnap este lélek simogatunk, és azon is gondolkodtam, hogy... Vajon mi ebben a léleksimogatás? A lemezek? Vagy az én hülyeségem, amit itt össze-vissza dumálok? Egyébként meg így azon is gondolkodtam, hogy írjátok meg, légy szíves, ez kötelező, hogy hang van-e rendesen, meg a kép is jó-e? Szóval azon gondolkodtam, hogy én is gondolkodtam, nem tudom. Ja, hogy lassan már hogy az image is megváltozik, mert annyit látok pizsamában is, és szemüvegben, hogy lehet, hogy majd meg se ismertek a DJ pultban, hogyha majd így megjelenek normális öltözetben és szemüveg nélkül. Na nézzük, hogy akkor mi a helyzet, jönnek már a kommentek, halihó, sziasztok, kipihennek, tűnök, minden jó, köszi Peti. Hát ez a kipihennek, tűnök, ez egy nagyon érdekes dolog, rögtön bele is vágok itt a kellős közepébe, ugyanis... Na, hol van a puskám? Mert puska nélkül már ez sem megy. Mindegy, csomó minden. Szóval alapvetően egy picikét nyűgösség van. Kettő komponensű a dolog. Szombaton reggel kaptam meg a második Sputnik oltást, úgyhogy alapvetően én már így, hogyha arról van szó, akkor mehetek egy csomó országba is, remélhetőleg diszkózni, meg így ilyenek. Szóval én így mindent megtettem azért, úgynevezett így a saját lelkiismeretemet illetően és a belső morális iránytűmet hozzak egy áldozatot, hogy tudjak dolgozni. Szóval nekem ez az egész erről szól, és nem is szeretnék ilyen közéleti, vagy így nem tudom milyen jellegű rádió irányába elmenni, hogy arról beszéljek, amiről egyébként így szólnak a hírek, hogy most így vírus ide-oda, politika ide-oda, oltás ide vagy oda. Én így azt vettem észre, meg szerintem ezt is látjátok, hogy így azért így megosztja az embereket. Én úgy gondolom, hogy a legfontosabb dolog, hogy ne osszuk egymásnak az észt. Ennyiben szeretnék kitérni erre az egészre. Aki éppen oltás párti, az ne kezdje el magyarázni annak, aki nem, hogy miért kéne. Illetve fordítva, akik ezt az egészet nem szeretnék megtenni, ők ne próbálják megmondani a másik embernek, hogy miért igen vagy miért ne. Én úgy gondolom, hogy ezzel a döntéssel mindenki a saját békéjét keresse, meg döntse el, hogy mit akar, aztán csinálja ezeket a dolgokat. Így alapvetően ilyen tök viccesen állok ez az egészhez hozzá, mert így az elmúlt sok évben egy csomó minden idézőjel áldozatot megtettem azért, hogy bizonyos dolgok a szervezetembe kerüljek, hogy bizonyos állapotokba kerüljek, hogy bizonyos dolgokat meg tudjak élni. Úgyhogy most ezt én így fogtam föl, hogy bizonyos dolgokat megint a szervezetembe fogadok, hogy bizonyos állapotokat majd meg tudjak élni. Ez az én saját döntésem. Én ezt már az elejétől kezdve tudtam, hogy nem fogok beletenni semmi tézist, aztán majd lesz valami, de így nagyon-nagyon lehet látni azt, hogy így a két tábor most egymást ugatja. Én megmondom őszintén, az elmúlt egy évben is nagyon úgy nyilatkoztam erről az egészről, ami egyébként teljes mértékben önazonos arról, hogy gondolkodok, hogy így inkább kérdeztem, inkább megnéztem, hogy gondolkodnak erről az emberek, és amikor valamit így kiírtam, vagy valamit kiposztoltam, akkor sem volt benne semmi meggyőző, semmi tukmáló, semmi olyan, amivel a többieknek a gondolkozását elítéltem volna, inkább ilyen szemlélődő szempontból figyeltem ezt az egész történetet. Na mindegy, szóval így az, hogy frissnek látszom, az lehet, hogy a fényviszonyok miatt van, mert egyébként megdolgozott ez a második orosz koktél is, viszont sokkal-sokkal szarabbul vagyok, mint nem is tudom, az elmúlt pár hónapban volt-e ilyen. Eznek viszont semmi köze nincs a Covid-hoz. Ez egy nagyon boldog állapot, megmondom őszintén, pénteken, és most már lehet róla beszélni, mert ki is posztoltuk, pénteken történt az, hogy felvettünk egy újabb streamet. Ez Veszprémben volt, és ugye van a Beamassive Horizonnak ez a sorozatja, hogy különböző városokat mutatnak be, és akkor van drón, meg kamerás, meg ilyenek, és már így a magyar fórumokon ezt le is azonosították, hogy egy kicsikét ilyen Hungarian Circle Music történet, hát alapvetően
Nyilván ez olyan, mint a Boiler Room, hogy ők is kitalálták azt, hogy így kifordítják az egész DJ pultot, és akkor bekamerázzák, és bemennek az emberek hátra a DJ mögé, és akárki után ezt megcsinálta, mindenki azt mondta, hogy ez Boiler Room-os. Most alapvetően nyilván van egy alapötlet, aki már másodjára megcsinál valami hasonlót, akkor mindig lesz egy vonatkoztatás, de egyébként sok minden nem lehet egy ilyen streammel csinálni, van egy DJ, ő zenél, vannak operatőrök, ők felvesznek jó dolgokat, összevágják, és lesz egy jó klip. És hát ez történt pénteken Veszprémben. Én borzasztóan happy vagyok, abból kifolyólag, hogy hát ezt én követhettem el, mert hogy így a Veszprémhez való kötődésemet azt 1000 szálon leírtam már, és akkor innen az állapot, hogy annyira durván fújt a szél, úgy volt, hogy kedden megyünk, kedden havazott, aztán szerdán megyünk, szerdán még cefetebb volt az egész, és akkor csütörtök péntekre mondták, hogy olyan fények lesznek, és hogy a nap majd kegyes lesz hozzánk, hogy érdemes forgatni, úgyhogy rohantunk pénteken, délután 3-tól este 9-ig kim voltunk a kilátónál, borzasztó szép fények, meg naplemente, meg természeti csodák voltak körülöttünk, de olyan cefett szél volt, hogy megmondom őszintén, rég volt, amennyire szarul, fáj a torkom, folyik az orrom, ilyen érdekes állapotokba kerülök, és ez az a tipikus klasszik megfázás. Ezt utoljára talán akkor éreztem, illetve akkor sokat éreztem, amikor még gyerkőc voltam, megjött a tavasz, kiruhantunk, így egész nap kint voltunk, átvizesedett a ruhánk, és akkor jól megfáztunk. Szóval ez egy ilyen boldog állapot, és nagyon-nagyon várom ennek a Veszprémi sztorinak a végtermékét. Remélhetőleg nektek is fog majd tetszeni, amit zenéltem ott. És hát van itt még mindig amiről így lehet beszélni, a tipikus rádiós állapot, boldog Leo és Szaniszló névnapokat, őket így mindig köszöntöm, az aktuális névnaposokat, és hát, hogy mi várható mára, nagyon szeszélyes lesz a zenei repertoár, de egyébként semmiképpen sem kellemetlen, sőt, ahogyan a Bödöcs humoristánk szokta mondani, hogy vannak az ilyen nagyon szélsőséges megnyilvánulók, az ilyen diktátorok, vagy nem is tudom, mindenre szokott rakni egy ilyen poént, hogy nem tudom milyen tálibok, meg így ilyenek, na most belőlem is kijött ez a zenei diktatúrizmus. Szeszélyes lesz a felhozatal, pontosan olyan, mint az időjárás, változatos. Ma lesz benne egy kicsi művészet is. Úgyhogy nem is azt mondom, hogy a hangulatomat, vagy nem az állapotomat tükrözi, hanem így a hangulatomat, mert tényleg ilyen változékony. És hát hatalmas nagy történet, már kezdek szociálisan teljesen begubózni. Holnap megyek dolgozni, holnaptól egy food truckben fogok kaját főzni, meg sütni, meg pénztároskodni, meg kiszolgálni az embereket, úgyhogy némi szociális inger fog érni. Egyébként ezzel egyértelműen egy picikét próbálom lassítani ezt az anyagi pénztemetőt, amit ez a vírushelyzet okozott, de leginkább most már így szociálisan szeretném magamat felpumpálni. Erről majd kicsit később beszélek, mert egyébként izgulok is, hogy olyan területre evezek, amit nem csináltam. Hát igazából vendéglátozni, folyamatosan vendéglátozok, úgyhogy örülök, hogy kiszolgálhatom megint az embereket, csak most itt nem kajával, vagy lehet nem zenével, hanem kajával fogom. De na mindegy, új lesz, szóval van bennem egy picike para. És hát, hogy bele tudjak kortyolni a forró bögre teámba, vagy a forró bögre teába, vagy forró tea a hideg bögrébe, úgyhogy fel is pakolom az első lemezt, és erről egy pár szót így azonnal mondanék. Jó kis művészi borítóval, kompakt kiadás egyébként, úgyhogy szerintem már sejthető, hogy valami minőségi cucc lesz. Egészen 2005-ig megyünk vissza, ez lesz a kezdés. A kompakt kiadóról igazából sok mindent nagyon nem kell mondani. Az elektronikus zene és a technofonok biztosan tudják, hogy Michael Mayer nevéhez fűződik, de egyébként az egész történet 1998-ban kezdődött, amikor a Delirium nevű lemezbolt így Kölnben új nevet kapott. Egyébként a Delirium lemezbolt már 93-ban jelen volt. És akkor így, mikor ez így megújult, akkor itt a kompakt sztori, és Jürgen Papi és Michael Mayer voltak, akik egyébként vezették ezt a lemezboltot, ami később kiadó lett, aztán Booking Agency, meg minden más. Szervusz Nelson, ne nézz rám úgy, még mind, akit nem láttál rádiózni. A macska is megjelent. Egyébként a 129. megjelenésük az, amit most le fogok játszani, illetve arról az egyik zene. Az előadó pedig Oroszországból származik, pontosabban egy duó, ők a Skazi 9. És volt egy nagyon híres LP-jük, ez az On The Edge, ami egyébként tényleg egy nagyon-nagyon nagyot menő lemez volt, és ez az On The Edge, ez egy nagyon-nagyon népszerű sztori volt. Ennek ellenére egyébként majd azt is meghallgatjuk, én az egyik ilyen
kedvencemet fogom most lejátszani, mindig a kedvencemet játszom, ezt így hozzáteszem, ami egy ilyen nagyon nyugis, kezdős, artisztikus történet. A duóról, a Skazi Nine-ról egyébként azt kell tudni, hogy a kezdetektől fogva szélsőségesen művészi szinten tolják az elektronikus zenét, csöpök belőlük a techno, csöpök belőlük a house, nagyon brutálisan, fantasztikusan jó előadók, és szerintem így ez a mai estéhez így kezdésnek, ez így passzolni is fog. Úgyhogy a tű a mikróbarázdán kezdődjön a mai léleksimogatás zeneileg, úgyhogy én egy picikét így szűkölök is, mármint ami azt jelenti, hogy most visszaveszek a duhából, iszok egy pár kort jó forró teát, és akkor már is kezdődik a mai elektronikus zenei, hát igen, léleksimogató, ez szerintem ez garantáltan az lesz. Electronic Dance Music.
itt a Privát Gondolatok, tematikus, elektronikus zenei léleksimogató. Hát elkezdődött akkor ez a léleksimogatás, Skazi 9 Oroszországból egy tökéletes elektronikus zenei duó, minden egyes zenéjük ennyire tökéletes, nagyon szépen szól, nagyon művészi, imádom őket. Figyeltem közben itt a kommenteket, valaki kérdezte, illetve valaki mondta, de még mielőtt még erre reagálok, elmondom, hogy tehát mondtam, hogy most már lassan 2 hónapja itt vagyunk, és ez tök jó nézni egyébként itt a fórumon, hogy egy ilyen nagyon jó mag így kialakult, és ez az egész mag ez adott egyetlen egy ötletet. Arra gondoltam, hogy ha ez így jó sokáig elhúzódik, meg még itthon kell ülni, akkor majd lehet, hogy egyszer megünnepeljük ezt az egész rádiózást azzal, hogy egy bulit nagyon szívesen csinálnék, hogy ebből a lemezes táskából, illetve ezekből a lemezekből majd így zenélgessünk valahol. Nincsen konkrét terv, nincsen konkrét helyszín, de hogyha ez a banda ez így összejönne is, és így meghallgatnánk ezeket a lemezeket élőben, természetesen egy olyan pulton, amiről így a múlt adásban volt szó, hogy ilyen nagyon szétesett lemezjátszós pultokon nem, de hogyha találunk egy olyan helyet, akkor egy ilyen nagy lemezbőrzét, egy ilyen élő lélek simogatást majd valamikor csinálunk, de egyébként, tehát ezt még ne kapkodjuk el, ez most így fölment az univerzumba, manifestáljuk ezt az ötletet, és akkor ez majd összejön. Nos, ahogy én figyeltem, valaki kérdezte, hogy ezt valaha játszottam, illetve valaki írt, hogy ezt meghallgatná buliba. Ez egy 2005-ös zene, és én 2005-6-7-8 körül nagyon el voltam tévedve erről, már egyszer így beszéltünk, abban a szempontból, hogy az Electro House akkor elkezdett nyomulni, én azt nagyon-nagyon nem szerettem. Nem találtam a helyemet, és akkor igazából elmentem abba az irányba, hogy több inkább ilyen kommerszesebb, vokálos klubslágert játszottam, és akkor így az underground széna annyira nem is kedvelt, így engem sem. Ennek ellenére vettem ilyen lemezeket, és így néha próbálkoztam vele. Ez például a Jazz Music rádióba sokat ment, meg egy-egy buliba elengedtem, de így teljesen sikertelenül. Tehát így abban az időszakban egyébként a keménység meg a sokkal gyorsabb tempó volt a nyerő, és tényleg nem értették az emberek azt, hogy mi ez a lassúság. Amit az előbb lejátszottam, az 122 BPM volt, ami körülbelül nem tudom, így istenkáromlásnak számított azokban az években, tehát így akkor még sokkal gyorsabban pörgött az egész történet. Egyébként egy visszafogott buli is ilyen 128-129 BPM-en zakatolt. Azt követő években jött egy lassulás, a Tech House-zal megérkeztünk a 126-125-ös mezőbe. Az egy ideig így el volt, ez a 125-127, ez mérvadó volt. Most nyilván én BPM-ekről beszélek, amit így szakmai szempontból így körülbelül fülben, meg így el is tudom képzelni, hogy hova pakolom. Nektek meg ez csak egy ilyen, lehet, hogy nektek ez csak egy ilyen száraz tény történet. De mindegy, a lényeg, hogy én ezt azért így egyszer-kétszer elengedtem, de nagyon nem sikerült, nem vették annyira jól az emberek. Sőt, egyébként ott a 2006-7-8-9 a klubkultúrában is erről is beszéltünk, egy ilyen nagyon sötét időszakot hozott, azt én ilyen Mordor időszaknak élem meg, mert akkor támadt és tombolt igazán a ketamin, meg az ica, meg a minden szar, és annyira rossz bulik voltak, hogy ilyen zombik voltak a tánctér ilyen tömegesen, mert most nyilván erről is lehet majd beszélni, vagy lehet egy ilyen műsor is, hogy na hát az a cucc, ami egyáltalán nem zenéhez való. Jó, szét tudod baszni magad, és akkor így el vagy így a világodba, de így ott a tánctér, tehát az időszak tényleg tök szar volt, és akkor utána jöttek ezek a designer cuccok. De most ezen is agyalgattam egyébként, hogy a designer drogok is annyira gyorsan robbantak be, mint mondjuk most itt ez a Covid-oltás, és pontosan senki nem tudta, hogy mit vesz a dealertől, meg hogy mit eszik meg mit szív föl, és az volt az időszak, amikor minden egyes buliban ott voltak a mentősök, mosták az emberek gyomrát, zöldet hánytak meg ilyenek, szóval nekem nem tetszett az időszak, szóval abban az időben így mindenféle zenét játszottam, de vettem ilyen lemezeket is, természetesen, mint mond, ismétlem magamat sikertelenül. Aztán megyünk tovább itt a témákat illetően. Viki valamivel nem ért egyet, lehet, hogy ebből a cuccos, vagy a ketás, vagy a nem tudom milyen témával. Így 2020-19, meg nem tudom, meg egy berlini életvitel mellett így lehet, hogy más a tapasztalatod, hogyha erre utalsz, de ami itt történt akkor Magyarországon, az tényleg katasztrófa volt, és ott így a szakma sem találta a helyét, mert az emberek tényleg így nem vették fel a zenét, csak ilyen így voltak. Mindegy, ebben nem is akarok vitatkozni, szubjektív megítélés, mindenki úgy éli ezt meg, ahogy akarja. Én a pultból, meg sokan mások úgy láttuk, hogy ez tök ártalmas egyébként a elektronikus zenei szénának. Na és mivel mondtam, hogy interaktív a műsi,
és lehet témákat küldeni. Most egy ilyen irányba viszem el ezt a mai adást, legalábbis próbálom most már egyre jobban beleszőni. Major Péter írta nekem a múltkor, egyébként ha van témátok, akkor azt a truesandskukac@gmail.com-ra küldjétek, hogy mivel egyébként a múlt adásban meg előtte is a flirt nagyon sokat téma volt, így Major Péter írta, hogy így érdekelne pár kérdés, ki volt az a vendég, akit a legjobban vártál, illetve ki volt az a legnagyobb pozitív meglepetés, illetve ki volt, aki a legnagyobb pozitív meglepetés, és ki volt a leginkább a negatív zárója meglepetés. Ez egy nagyon érdekes téma, mert most, ha most beszélek erről, és ugye itt van az, hogy a privát gondolatoknak ez a lényege, hogy én megértem valahol valamit, akkor erről van egy véleményem, de ez nem biztos, hogy helytálló. És az is lehet, hogy most itt szembe megyek 1300 partizónak a véleményével, csak azért, mert én szubjektíven máshogy éltem meg. Most, hogy így visszanézek ennyi idővel az egész flörtös sztorira, ahol én tényleg zöldfülőként vittem egy hatalmas nagy klubot a vállamom, elnézést, akkor még nem is értettem, hogy működnek a dolgok, nem értettem a sztároknak a viselkedését, a habitusát, jöttek, mentek minden nap, vagy minden hétvégén, utaztak, fáradtak voltak, nyűgösek voltak. Nem is az volt az ő feladatuk, hogy most itt közel engedjenek magukhoz embereket, haverkodjanak. Gondolom minden egyes diszkóban rezidens DJ-k, a klubtulajok, a promóterek, a rajongók ugyanazokkal a dolgokkal fárasztották, várták őket, kedveskedtek nekik. Szóval igazából ez egy nagyon-nagyon durva nagy tiprás. Úgyhogy így visszanézve, talán így az akkori meg nem értettség beszélt volna így belőlem, hogy és ez majd a negatív szereplőnő lesz érdekes, hogy kit miért nem csíptem. Én mindig azokat a DJ-ket vártam a flirtbe, akik így jó bulit tudtak csinálni, megmondom őszintén. A flirt az egy nagyon nehéz téma volt. Három szintes volt, a DJ pult ott volt középen így a térben, és ott azok a DJ-k, akik ilyen ízig-vérig jó DJ-k, akikben tényleg a vérükben van a szórakoztatás, azok tudták azt megcsinálni, és egyébként ez fizikailag nagyon nehéz, hogy van alattad egy pult, illetve egy tánctér, alattad van egy rész, sőt, még alattad, még mögötted is vannak. Tehát látsz a fő tánctérből igazából onnan fentről, mi az erkéről egy ilyen, hát ilyen kétharmadát láttuk az egésznek, sőt a hátsó részt, ami a galéria alatt volt, be sem láttunk oda. Aztán volt felezve egy, ugye az a galéria, hogy pont az egész közepén, plusz még volt egy emelet, mert még mögötted is voltak emberek. Most ezt az egészet összeszedni és hangulatot csinálni, borzasztóan nagyon nehéz volt. Nagyon-nagyon sok időbe tellett nekem, amíg megértettem a flirtnek az ilyen irányú működését, hogy milyen zenék azok, amire úgy megmozdul az egész, mert nagyon sokszor volt úgy, hogy csak az alja tombolt, aztán fent lent, tehát hogy így szétesett az egész. És én azokat a DJ-ket szerettem, megvártam, akik tudtam, hogy ők végig jó bulit csinálnak, nem csak olyan DJ-k, hogy ilyen 40 perc után elfáradnak, és akkor így összeesik a szett, vagy éppen, mondom, én akkor zöldfülű voltam, nem is értettem, hogy miért járkálnak ki néha a DJ pultból egy bizonyos helyre, és miért jönnek vissza vidáman, tehát voltak ilyen dolgok, hogy nem vágtam, hogy mi a történet. De Hernán Cattaneo az, akit úgy szívből nagyon tudtam mindig várni, még akkor is, amikor néha nem tetszett a zenéje, mert ő szállósabban volt, én máshol voltam, de maga a személyiség, az ember, a vibe, a kedvesség. Nézzétek meg a Netflixen most a filmjét. Tehát ő volt az, aki előtt végig az utolsó pillanatig így összeszorult gyomorral készültem. Nagyon sok vendég volt, akit már átláttam, sematikussá vált, nem volt szimpatikus, se a zenéje, se a változása. Tehát volt, aki már így nem volt kihívás, de amikor jött az Hernán, akkor mindig odáig voltam. És egyébként ebből a szempontból így ő volt a legnagyobb meglepetés, és mert hibátlan maga az ember. Három lány, édesapja, anyukájuk, illetve a gyerkőcök anyukája. A gyermekjógát oktat, és így lehet látni egyébként, hogy maga a Hernán Cattaneo márka és a brand az hol tart. Egy ilyen, hát nem tudok rosszat mondani, fantasztikus az ember, fantasztikus zenével, fantasztikus szívvel, ami tűz benne van, az csúcs. És hát itt a kérdés, hogy ki a negatív meglepetés, erre majd szerintem visszatérek a következő zene után, mert hát kapcsolatos, de ez egyébként tök véletlenül jött ki, hogy a lemezt kihúztam, és megnéztem, hogy mi legyen a mai téma, ezt így bedobtam, és így néztem, hogy megint így összeállt a kép. Jó, nem árulok el sok dolgot, sok negatív ember volt, mert nem értettem őket, de nekem Steve Lawler volt az, aki így úgy az egész egy ilyen megfoghatatlan, rideg, nagyképű, egy nagyon fura figura volt. Nagyon kevésszer játszott egyébként
olyan szettet, ami nekem tetszett, és mégis az emberek így imádták, tehát így valamiért őnek volt egy nagyon intenzív időszaka. Nekem egy ilyen nagyképű pökhendi fasznak tűnt egyébként. Olyan is volt, nem beszélt, nagyon-nagyon sok sztárral ürre, de mondom, ez így akkor ott ilyen fiatalon, és így nem értettem, hogy még egy normális Hello, nice to meet you-ra se tudott úgy reagálni, aztán így rájöttem, hogy éppen Ibizáról vagy valahonnan jött, és már egy elég fáradt volt, akkor most mi a fasznak jó popizzon, amikor azért jött, hogy lejátsza a szettjét, és akkor így elmegy haza, vagy valahova. Ő nagyon szerette folyasztani, ő is így a rajongó lányokat, meg minden, szóval nekem a Lawler volt egy érdekes sztori, és neki is voltak olyan zenei váltások, amikor így eljött, hogy zenélt, fáradt volt, és egyébként már a fanatikusok se értették, hogy mi van vele, de mondom, inkább ez a távolságtartás, meg ez a ridegség az, ami nekem nem jött be, meg így a zenese, nekem így nem. Egyébként még az Abi Éla, aki nagyon James Abi Éla, aki ilyen nagyon-nagyon-nagyon óriás jó fej. Hát vele ugyanígy szoktam rötyögni így bulikon kívül, meg így a civil életben. Egyébként a Hernán Kattanóval, annak ellenére, hogy a nagyon keveset találkozunk, amióta ismerjük egymást, folyamatos konstans kapcsolatunk van. Boldog szülinap, boldog névnap, boldog karácsony, hogy vagy, mi újság, forma egy, foci, kinek, tehát és így nem rest válaszolni, biztos van közöttünk egy valamilyen kémia, na de mindegy, menjünk tovább, mert hogy ez a mai nap a zenéről szól, és akkor Steve Lawlernek egy zenéjét fogom lejátszani, egyébként nem az övé, csak ő követte el az eredetit, a Sleepwalking következik, ami egyébként egy 2008-as zene, az eredeti cucc a Sleepwalking az már a tribosabb, house-osabb időszaka volt a Steve-nek, viszont a Will Shaw és a Tim Cooper remix az egy nagyon kellemes deep house. Azt kell tudni erről az egészről, hogy a Chuba Records-on jött ki, Ausztráliában hozták életre, vagy hogy mondják, tehát hívták életre ezt a kiadót, Adelin városában. Kevin Griffith tulajdona volt, egyébként 2006-ban alapította a kiadót, és Kevin Griffith is benne volt ebben a remix csomagban egyébként. Steve Lawler szerintem nem kell bemutatni, nagyon híres DJ, brit művész egyébként, aki a house meg a technónak a nagyon érdekes pakolásáról ismert. Egyébként ő 73-ban született Birminghamben, a 90-es évek elején pedig ilyen nagyon híret, illegális, ilyen motoros réveket szervezett. A Egyesült Királyságban úgy írják, hogy az M42-es autópálya alatt egyébként az egész világot körbejárta, és 2006-ban ő is egy kiadót, a Viva Musicot megalapította. Semmilyen szintű művészi, meg egyéb előadói sikerében nem kételkedek, mondom, nekem a Pacek nem volt megnyerő, így a mai napig nekem egy ilyen felejthető figura, annak ellenére, hogy világok imádják. És hát ez a remix, amit Will Shaw és Tim Cooper követett el, fantasztikus, korát megelőző, nagyon jó kis deep house, mondom, 2008-ból. Hallgassuk is ezt meg, és akkor majd még megyünk tovább egy picit, ezt hozzáfűzök, mert ez a maga a remix felállás is nagyon érdekes. Úgyhogy megy föl a tű a mikrobarázdára, és akkor jön egy jó kis 2008-as deep house. Nagyon jó kis house elemekkel, nagyon jó pop a groove-val, és nagyon ilyen kis csalafinta dalamokkal szerintem megnyerő lesz, és passzolni fog így a ma este időjárásához is. Electronic Dance Music.
Egy csodálatos alkotás, Willis Shaw és Tim Cooper, illetve Tim Coopernek a kezei, illetve a fülei közül, vagy az agyukból, ami kijött ez a zene, ez valami csodás. És hát itt azért is mondtam, hogy majd itt a remixnél kitérek egy sztorira, mert mostanában nagyon-nagyon sokat megy ez a dolog, hogy így meg így foglalkoznak az emberek ezzel, meg én ezt úgy látom, hogy az életben mindennel foglalkoznak, hogyan így haladunk előre a modernitásban azzal, hogy az interneten semmi sem rejti, és hogy így mindenféle dolgot megmutatnak, kibeszélnek, mindenben van kamerázva már az is, hogy hogyan, nem, tehát már tényleg mindenből kapunk részletet, tehát ez a mindent megmutatunk, mindent megosztunk világa van. Engem ez a Forma 1-ben nyűgöz le. Most így az Instagramon már olyan sztorikat, meg olyan dolgokat tesznek ki egyébként a szerelők, hogy mit hogy csinálnak, hogy így ámulok és bámulok. És egyébként ez a zeneipar is mindig egy ilyen misztikum volt, hogy így lehetett látni, hogy vannak hatalmas nagy ikonok, percenként háromszor körbeutazzák a földet, néha egyébként egy-egy zene megjelenik a nevük mellett, és akkor így erről néha egy-egy interjú, hogy elmondják, hogy oh yes, bevonultunk a stúdióba, és ott voltunk egy heteket, és akkor így csavartuk a hangokat, és így alapvetően így az ember józanul gondolkozik, hogy egyébként mikor megy be a stúdióba, amikor 2-től 7-főig buliba van, és akkor így hétfő és kett között még 4 aftert lehoz, meg így ilyenek. Tehát voltak ilyen nagy menők, akik mégis azért zenéket adtak ki ilyen nevük alatt. És alapvetően ez az egész zeneipar, ez mindig is úgy működött, hogy ezek a nagyon kreatív, individuum gondolkodású arcok, akiknek az agyukban egy csomó minden volt, és nem volt idejük megtanulni szoftvereket, meg egyébként nem is olyan alkatok, hogy ott seggeljenek a gépek előtt, hangmérnökökkel dolgoztak, és ez a Will Shaw, Tim Cooper páros is egyébként az, hogy a Tim Cooper volt a hangmérnök és a zsenie a színyóknak, meg a szoftvereknek, és egyébként a mai napig ez egy ilyen tök vállalt dolog. Az, hogy előadók koprodukcióban dolgoznak valakikkel. Én ezt legutóbb is elmondtam, hogy nálam is így az van, hogy ez a fajta előadói véna, ez a sosem ülök el a seggemen, ez a menedzser alkat, meg az, hogy én inkább szelektor és DJ vagyok, tehát így nekem az életem sosem arról szólt, hogy egyébként egy ilyen jó 8-9-10-12 év alatt így a gépek mögött kitanuljam ezt a szakmát, ami egyébként maga a zenérás, a mixtanulás, a masteringelés, meg egy csomó minden, mert el egy életet lehet feltenni, és egyébként ezért is van, hogy így kimondott szektoroknak, vagy csoportoknak, meg bizonyos kiadóknak, mondjuk Németországban van az, hogy van egy 18-20 artist, és igazából mind a 18-20 artist egy producerhez, vagy egy hangmérnökhöz jár dolgozni, és akkor ott a stúdióban találkoznak, meg így ilyenek, csak igazából ez tök természetes, mert ez valahol mindig is így működött, hogy együtt alkottak dolgokat, meg nyilván elment egyébként abba az irányba ez az egész, hogy maguk a producerek tolják a saját cuccaikat, akkor ők bemennek a pultba, tehát ebben az egészen semmi gond nincsen, csak hogy ez nem új keletű, sőt ez még olyan régen így ilyen természetes volt, hogy így az ember látta a márkát a plakáton, látott egy nevet, elfogadta a termékeit, elfogadta a szettjeit, elfogadta a mix CD-jét, elfogadta a neve alatt kiadott zenéket, és nem gondolta tovább. Igazából valahol úgy gondolom, hogy a fogyasztónak úgymond, most mindegy, hogy zenefogyasztó, vagy péksüti fogyasztó, vagy táskafogyasztó, igazából nem kell végig gondolni azt, hogy most 478 gram liszt van abban a sütibe, vagy 479, vagy egyébként az a szakács, akit szeretek, az tegnap beszélt egy másik szakáccsal, vagy közösen dagasztották ki az alapot ahhoz, hogy egy ilyen jó legyen, mert nyilván így fejlődik egy csomó mindenki, vagy így cserélődnek információk. Na mindegy, szóval a zeneiparban egyáltalán nem új keletű az, hogy egy arc, aki tök fut, az valakivel dolgozik. Na csak ezt akartam itt ez egészben így ezt így elmondani, nem is tudom, hogy miért bonyolódtam ebbe ennyire bele, de fontosnak találtam, hogy ezt így elmondjam. Na és akkor megyünk tovább. A játék, akkor a sorsolás, mindig a harmadik konfnál szokott ez megtörténni. Igen, egy 20 éves jubileumról beszéltünk a múlt héten, 20 évvel ezelőtt léptem be a Flirt kapuin. Milyen jó ez a csörgő, nem ilyen kis tribal house. Így kell zenét csinálni, gyerekek. A nevekben vannak, a bögrébe. És tök örülök, hogy egyébként vannak fix visszatérő játékosok, akik nem csüggednek, nem törnek le azért, mert hogy nem nyernek, de mindig játszanak velem. Ez is egy ilyen jó mezőny. Balogh Dénes neve van a kezemben. Ő nyerte a
múlt heti játékot. A nyereményéről megmondom őszintén, fogalmam sincs, hogy mi lesz, van így most kifogytak így mögülem így a cégek, de trúszansz hátizsákból, meg egy-két dologból mindig van valami, úgyhogy ebben majd energiát kell fektetnem, hogy tudjak valami jó pofa nyereményt hozni, de bízom benne, hogy inkább csak azért játszatok velem, hogy részt vegyetek ebbe az egészbe, és nem pedig a tárgyi történet a fontos. Ja, egyébként Viki kérte, hogy legyen Yoda. Yoda mindig itt van, csak most a sarokban figyel. És még volt kérdés, hogy szerintem melyik flört volt a legjobb. Hát én a legrégebbit, amikor még nagyon lent volt a pult, azt nem láttam. Nekem az a 2001-es időszak, amikor ott fent volt a még a VIP, vagy a nem tudom mielőtt, nekem azt tetszett a legjobban, az, hogy így lehozták, meg így ilyenek, az szerintem ott így meghalt az egész, mert nem lehetett hangulatot csinálni onnan a sarokból. Én nem tudtam még, illetve hát néha sikerült, de nem úgy tudtam, mint hogy korábban. Nagyon nehéz volt abból a szemszögből irányítani a klubot, ahol az utolsó években volt még 2009, vagy nem is tudom, 2000? Igen, 2009 körül volt az átalakítás. Aztán nem tudom, hogy még mi az a kérdés, amit itt láttam, de szerettem volna válaszolni. Ja igen, az is tetszik, hogy például a Timár Peti azt mondja, hogy ő szerinte a Ernán túlva hype-olva, és én ezt szeretem egyébként ebben az egész elektronikus, meg a mindenféle kultúrában, hogy hagyjuk már egymás mellett meg a véleményeket, valakinek vagy tetszik, vagy nem, és hogy néha egy-egy fórumon mennyire őrre szoktak menni az emberek, hogyha véleménykülönbség van, szerintem ez így tök megöli az egészet. Ja, illetve még a, hát igen, itt van Peti Peddáf, amikor még lent volt a DJ Pult, ő rezidens is volt ott, az volt a mennyország, úgyhogy a Peddáf Peti, ő pontosan tudja, hogy miről kell, hogy beszéljen ez a történet, én nem tudom, én sajnos lemaradtam erről. És akkor itt kérdezte még a Viki, hogy a Dominik Eilberget, ha jól ejtem ki, Eilberget szerettem-e, nagyon-nagyon sok ideig követtem, nagyon sok lemez van tőle, szintén a régi időkből, egyszer voltam is egy magyarországi bulián, aztán így valahogy így letűnt a radarról, más irányba ment ő is, meg én is. Na, bakelítse rá, addig csináljátok valamit. Amit így foglaljátok le magatokat, vagy akármi, vagy nem is tudom. És hoztam egy Solomon zenét is, 2000 nem tudom mennyiből, azt hiszem 8-ból, de nem az jön. Deep House amerikai cucc nem maradhat ki, úgyhogy az a következő történet. Hogyha már ez egy ilyen műsor, és én cserélgetem lemezeket, akkor Amerika, meg Deep House, meg ez mindig hogy jelen kell, hogy legyen. No, úgyhogy a sorsolás megtörtént, és akkor továbbra is, hogyha interaktívvá szeretnétek tenni a műsort, akkor trusanskukac@gmail.com, ide várom a témákat, és a játék kérdését is fel kell, hogy tegyem szerintem. Csak nem emlékszem, hogy mi az, amiről igazából lehetett volna itt beszélni. Valamit rögtönöznöm kell, mindig a műsorban elhangzó sztorira kell, hogy rákérdezzek. Hűha! Most ez így még nekem is nehéz. Ja jó, akkor az a kérdés, hogy hol fáztam meg, gyerekek? Miért ilyen a hangom? Miért vagyok ennyire torokfájásos? Mi történt pénteken? Milyen felvétel volt? Ennyi, ez a kérdés. És akkor menjünk tovább, mert a zene beszéljen, ne én. Amerika, Hippie és Tony Hewitt. 2002-ben jön a Sleeper. Annyit írtam csak ide, hogy háromszor nagybetűvel, hogy USA, minőségi cuccok, house, deep house. Egyébként ez tényleg tök így van. Ezt az egész műfajt, ezt a jó dög deep, meg ezt az egész ház dolgot, bármennyire is istenítjük így az európai, meg az angol producereket, szerintem ők érzik ezt igazán zsigerből és vénából. A Siesta Music San Diego-ból származik, semmit nem találtam nagyon róla, se a Discogson, sehol, nagyon nem is kutattam, mert egyébként volt elég bajom délután, itt így igazából még örülök, hogy van is műsor, mert délután így majdnem benne volt, hogy kiírom, hogy ez ma így elmaradt, és gyerekek, hallgassuk meg, ez így pont középen jó lesz, aztán érkezik majd Solomon bácsinak a zenéje, az is van egy jó kis sztori, úgyhogy ez a mai műsor tényleg ilyen szeszélyes, jön a mikróbarázdot a fogatás, és akkor jön a zene. Nem is tudom, hogy mit lehet még erről mondani, csak az, hogy a Siesta Musicnak a kiadványaiból rengeteg van itt a polcomon, és mindegyik egytől egyik 100%-ig megállja a helyét. Úgyhogy jöjjön az a Sleeper. Electronic Dance Music.
A meglepetésem lesz mögé. Ez a nap más, mint a többi, ezt te is jól tudod. Másként kelt fel reggel a nap, és másként járt a hold. Köszöntünk hát téged, ha már így együtt vagyunk. Ütemre lekevertem a Halász Jutkát, gyerekek, egy DJ-nek ilyen vénája van, hogy még a Halász Juditot is ütemre keveri. Na hát akkor hát boldog születésnapod, kedves András. Nagyon sok brigádot láttam szórakozni az éjszakában évekig, meg igazából, hogyha ha azt a balatoni bandát így egy kalap alá kéne begyűjteni, nem tudom, így az megjelentetek mindig 8-10, tehát megvolt a magja, akkor így igazából egy külön műsort kellene így erre az egészre szánni, úgyhogy happy birthday, kedves Andris, meg egyébként így mindenkinek, csak most itt annyira kihegyeződött erre ez a fórum, hogy így gondoltam, megleplek egy ilyennel, de csak azért, mert mindig olyan jól táncoltál, láttam rajtad, hogy átéled a ritmust, hogy mindig ott voltál, a pillanatokat megértette, a teljes átlényegülésedet végig figyeltem. Egyébként most, hogy 35 éves lesz, én vagyok 43, és amikor így ez sok-sok évvel ezelőtt volt, akkor te hány évesen voltál a földbe? Tudták a szüleid, hogy ott vagy egyébként? Most csak így ilyen szinten így egy kérdés jelleggel. Aztán a Maxi az nagyon jól rátapintott itt valamire, mondta, hogy hát ez a lemez lehet, hogy el van kicsikét kopva, vagy recseg, vagy így ilyenek. Erről egy-két adás előbb volt szó, hogy a master mennyire fontos, hogy melyik műfajnak mi áll jól, és egyébként ezeket a házakat, ezeket a house-okat, meg ezeket a cuccokat általában mindig így masterelték, hogy legyen benne egy kicsikét ez a... nem is tudom, milyen érzet, hogy tényleg, mint hogyha így kopott lenne, de mégis térben ez máshogy szólal meg, szóval általában a Siesta Musicoknak mindig ilyen masterük volt, és ezeknek az USA cuccoknak ez egyébként teljesen jól áll. Nem az a telt, nem az a hifi érzés, nem az a búvós club story, de a house-nak fontos, hogy ez a közép-magas tartomány egyébként ennyire elő legyen. Az, hogy egy kicsikét pattog, az a dolga, ott pattogjon. Nos, akkor nem is tudom... Hol voltunk még? Na látod, milyen menő születésnapod volt? Remélem, hogy... Na, amiért eljöttél az én szülinapomra, és így játszottam a szülinapomon az ikreken így neked, akkor most ezt így valahogyan visszakonvergáltuk, vagy nem is tudom. Na mindegy. Először nyolcadikban. Na szép. Nyolcadikban én ott lehettem volna. Na mindegy, de hát ettől ilyen ez a műsor, mindenki szeret mindenkit, mindenki ismer mindenkit. Most már egyébként teljes mértékben feltérképeztem, hogy nagyon sokan nem vagyunk itt az új generációból. És akkor menjünk
tovább nézzük, hogy miről is szeretnék beszélni. Nem tudom, hogy miről szeretnék beszélni, leginkább arról, hogy mennyire parázok attól, hogy holnap megyek dolgozni. Gyerekek, tényleg szociális ingerek fognak érni, már itt megpenészettem itthon, már a macskának megszámoltam az összes szőrszálát, mindent tudok, így itt már van egy pont, ami után így nem lehet lekötni. Úgyhogy nagyon-nagyon szeretnétek velem találkozni, egyébként ez nem a reklám helye, mert így nekem ebből semmilyen plusz bevételem nem lesz, annak ellenére, hogy ez egy attós meló, de Budán a Szentendrei úton az Ocean parkolóba, a Cimborának, a Risotto bazárjának a food truckjében leszek szakács, meg pénztáros, meg kaját főzök, meg ilyenek, ki vagyok képezve, úgyhogy most ezt fogom nyomni heti 4 napban, mert megőrülök most már így itthon egyébként. Nyilván egy picit lassítja a kimenő kest is, de valamit kell csinálni. Nem azért most kezdem ezt el, mert hogy eddig nem volt mit tennem meg így ilyenek, hanem így most éreztem ezt a mentális dolgot, és egyébként így a kiadózás, a zenék, meg a minden, meg így azt éreztem, hogy most recsenek meg, hogy kell az, hogy így emberek között legyek meg így ilyenek. Most nyilván mivel, hogy így azért itt, ha ilyen pár évvel fiatalabb vagy, ne is a korhoz kössük, de mondjuk, hogyha nem ilyen családapa jelleggel, vagy nem lenne egy-két olyan terület, ahol sokkal komolyabb felelősséget kéne vállalnom, akkor biztos, hogy így esnék el még házi buliból, illegálba. Tehát nem arról van szó, hogy ilyen beszarja vagyok, csak máshogy gondolkozom tényleg, amióta ilyen több felelősségkörben veszek részt. Na mindegy, lényeg, hogy holnaptól nyomom. És hát akkor jöjjön az a bizonyos Solomon zene, ami több irányból is kötődik hozzám. Az egyik az, hogy 2008-ról beszélünk. Hogy is mondjam ezt el? Mert hogy amúgy mindig volt bennem egy ilyen árral szemben történet, egy ilyen kis genyóság, hogy amikor így már így tök sokszor érzem azt, hogy így mindenféle irányból meg oldalról kiszolgáltam a táncparkettel lévő embereket meg a tömeget, akkor így bele akarom tenni egy kicsikét azt is, hogy milyen, hogy széllel szembe vagy árral szembe megyek, és az így mindig jelen volt azokban a korszakokban is, meg azokon a helyeken is, ahol tudtam, hogy mondjuk mi a menő irányzat, és így volt ez a legendás Club Prince-ben is Mendén, ahol tudtam, hogy azért az erősebb, lépősebb zenéket szeretik az emberek. Nagyon sokszor játszottam olyan zenét, ahol itt ki tudtam szolgálni ott a népeket. Tényleg ment a veretés, eltáncolgattak az emberek, de néha így azt mondtam, hogy nem igaz, hogyha nem próbálom meg, akkor nem is lesz válasz, de nem hittem el, hogy nem igaz, hogy nem tudom azt a adott klubot, vagy az adott tömeget más irányba terelni. És hát akkor ilyen nagy lendülettel elővettem ezt a zenét, ami egyébként a 420 kiadón jelent meg, ez a 35. megjelenés. A 420 egyébként egy angol kiadó 2006-ban jött létre, és nagyon komoly arcok az Loco Dice, TG, Biromirez és még egy csomó mindenkit kiadtak. Minőségi house cuccok jöttek mindig rajta. Egyébként nem tudom, hogy mi van most a kiadóval, de egy ilyen jó pár évig nagyon-nagyon jelen volt, aztán így eltűntek, szóval na mindegy, majd utána nézek, mi lett a kiadóval. És hát Solomon bácsi már akkor is nagyokat ment, meg nagyon komoly zenéket írt, meg 2004-ben is, meg 2005-ben is, csak akkor még nem volt ennyire felkapva, mint amennyire most fel van. Egyébként egy karriernek így kell kinéznie, úgyhogy tök jó, amit ő így elért. És akkor is voltak egyébként olyan zenék, amik attól voltak buligyékosak, hogy borzasztó hosszúak voltak. Mindegyik kornak megvoltak a maga hosszú cuccai, voltak 12 perces zenék, 10 perces, 9 perces zenék. Én alapvetően nem szeretek hosszú zenét játszani, mert megöli a szettemet, nagyon sokat elvesz egy hosszú zene. Ez az én típusom, aki szeret hosszú zenét játszani, én nem, én mixelni szeretek, meg jönni-menni. De mindegy, szóval ez így nagyon mellé sikeredett akkor ott Mendén, mert így ott próbáltam ki, hogy én majd most azt a kemény mendei társaságot majd jobb útra terelem, és így kitaláltam egy ilyen nagyon abban a korban meg pláne szofisztikált, lassabb house zenét fogok föltenni, amiben nagyon sok dallam van be hegedű, gitár, meg több kiállás, és akkor majd biztosan ott érezni fogják az emberek. Na hát, ez nem jött össze. Egyébként ebben a zenében már nagyon-nagyon érezhető az, ami egyébként a Solomonnak a védjegye, az a jó kis bosnyákolós táncolás, meg a léghegedülés, meg egy csomó minden. Viszont teljesen passzol megint, hogy azt mondjam, ez a mai műsihez, meg ez az egészhez, hogy itt lelkeket simogatunk. Ez a zene is szerintem nagyon-nagyon-nagyon rendbe tudja tenni az embert akkor, hogyha tényleg így belesüpped, elfogadja a benne lévő hangszereket, és tényleg így a house-zal el tud gurulni. Úgyhogy jöjjön most a Deadman 2008-ból, a After király, vagy hogy hívják, egyébként Solomont, mert ugye azért
híres volt arról, hogy ez onnan indult az egész, meg az ő karrierje, hogy inkább ő after DJ volt, és akkor így szép lassan jött felé az egész történet. De mindegy, úgyhogy ezt fogjuk most tőle így meghallgatni. Ez 9,5 perc lesz, úgyhogy most bőven lesz zene a fületekbe. Aztán majd utána leírjátok, hogy ez hogy tetszett nektek. Most szintén egyébként mindenféle rossz indulat nélkül, ez nem ilyen degradáló dolog, hogy most ezt így úgy mondom, hogy ott akkor ott a speedeseknek ez így nem tetszett, de szerintem így meg fogjátok érteni, hogy miért. És akkor így fú, hogy néztek rám, emlékszem, mutogattak meg minden, hogy most akkor én mit képzelek, hogy ilyen zenét játszok. Electronic Dance Music. Egyébként ez a zene, meg ez a lemez, meg ez a master, ez brutálisan szól, ez a mai napig, ez gyönyörű, hibátlan. És 122 BPM, szóval azért mondom, hogy az ott 2008-ban azért karóba húztak azonnal a diszkóret. Jó, mondjuk 125-ön toltam le szerintem, de akkor is ez kevés volt.
Ő volt Solomon és a Deadman 2008-ból, hogy őszintén legyek, nem tudom, hogy mire gondolt itt a költő, amikor ilyen címet adott ennek a tracknek, de igazából semmilyen szinten nem tudom így egy halott emberrel összekötni, sőt leginkább így életet lehet belém ez a történet. Aztán itt valaki említett egy nagyon jó pofa dolgot, illetve ehhez is szívesen hozzászólok, mert hogy miért ne szólnék hozzá bármihez is, megteltem, előttem van a mikrofon, meg így ilyenek. Azt hiszem, remélem, hogy jól ejtem a nevét, umlaut elveírják, Merz volt Péter, hogy így belőlem is majd after DJ lesz, mert hogy majd reggel nem engednek haza az emberek. Megmondom őszintén, hogy nagyon-nagyon szívesen nem megyek haza reggel egy diszkóból, hogyha lehet zenélni, meg lehet zenét játszani jókat. Szia, kedves kolléga, Basics úr, remélem, hogy jól vagy, meg minden oké veled. Na szóval az a történet, hogy én nagyon szívesen játszanék reggel, meg egyébként ez az afterozás, ez megint csak egy ilyen szubjektív történet, hogy kinek mitől jó egy after. De most ne menjünk bele, mert biztos, hogy ti ezt jobban tudjátok, mert szerintem ebben az egész brigádban én vagyok az, aki a legkevesebb afteren vett részt.
vagy lehet, hogy vannak még olyanok, akik nem szeretnek afterozni, de valakinek egy lakáson dumálgatós aftera jó, van, aki még szeret rápakolni, valaki még reggel szeret elmenni egy intenzívebb, erősebb afterre, sőt a világban azt vettem észre nagyon sokszor, hogy az aftereket illetően így az emberek a klubból kimennek, és még a bennük lévő lendületet valahol máshogy konvertálják át, és beesnek egy sokkal intenzívebb zenei összetételű buliba, és azon kevés aftereket illetően, amiben jártam, meg amiben egyik mint zenéltem, ott nagyon szerettem ott lenni. Az én optimális afterem, vagy a legjobb after, amivel így tök részt vennék, az az, amikor egyébként még tovább lehet vinni az, mi az az after, kérdezi az András. Na, akkor majd legközelebb meghívlak ide, az csinálj egy műsort róla. Na szóval a dolog lényeg a következő, hogy én azokat az aftereket szerettem, és azokba szerettem így részt venni így DJ ügyileg, ahol tovább lehetett szőni azt a dolgot, amit így egyébként elkezdtünk éjszaka, és egyébként az ilyen szépen leszálló bulikat preferálom, ahol a bulinak a vége az utolsó 1 óra 40 perc ilyen nagyon sok érzelemmel, hanggal, meg mindenféle sztorival van megtűzdelve, és szerencsére volt részem olyan afterba játszani, ahol nem energiát, dinamikát, meg mindenféle intenzív dolgot kellett átadni, hanem nyilván a reggel meg a délelőttben összeadódó szerek összességéből, ami volt a testben, meg a vegyület, mindenféle univerzum, ami, illetve ez a... Na mindegy, ezt nem tudom jól így elmondani, illetve nem tudom kifejezni úgy, ahogy gondolom, de egyébként ezek ilyen nemzetközi vizeken voltak olyan dolgok, ahol annyira jól adódtak össze a jelenlévő kábítószerek az emberek testébe, fejébe, meg mindenbe, hogy nagyon érdekes dolgokat lehetett pakolni, és inkább így ilyen annyira nyitottá váltak így az emberkék, hogy így éreztem, hogy lehet feszegetni a határokat, lehetett kísérletezni, lassítani, gyors, tehát hogy nagyon-nagyon jól lehetett dimenziót váltani, vagy hangulatot, vagy szint váltani, és ettől ilyen nagyon változatos, érdekes szetteket lehetett produkálni. Azokat az afterokat, ahol egyébként így az energia tovább megy, vagy még rápakolnak, szintén nem ítélem el, csak az nem az én világom, én azt úgy nem élem, az ilyen zenei csavargást, meg az ilyen befelé fordulást pozitív értelemben, amikor itt tényleg a művészet tud kijönni, most beszélhetünk arról, hogy a Dali is milyen állapotban festegette a képeket, tehát valami ilyen szinten csípem én az aftereket, de egyébként mondom, kevés ilyen élményem volt, úgyhogy nem vagyok jó ilyen after megfejtésből, de alapvetően, hogyha ez történne velem, hogy egy olyan banda verődne össze, hogy azért nem akarnak hazaengedni a klubból, vagy egyébként tudnának egy olyan helyet, ahol lehet nyugodtan zenélni, ami azt jelenti, hogy megfelelő hangerővel, mert ez a szobában, a sarokban elzenélgetünk nem megfelelő hangszórókkal, és akkor így jaj, nem túl hangos, nem túl halk, de nem élvezhető, meg amúgy is túl kiabálja mindenki a konyhából. Ezek a fajta afterek, ezek nem az én sztoriaim, amit szintén mondom, nem ítélek el, csak nem élem ezeket a dolgokat. És hát akkor elérkeztünk a mai utolsó zenéhez. Ez ilyen ötödölő, mert mindig az ötödik öli meg a bulit. Fú, ezt nagyon összeraktam, nem? Így igazából. Na, a Kristál Roland rájött, hogy a lemezlovászat az egy tömény pszichológia. Ez így van. Én ezt úgy közelítem meg, hogy tudok beérkezni az emberek lelki világába, az elméjébe, meg az érzelmi világába. Tehát így nagyon sokszor van, úgyhogy a szettjeimnek az elején az első 3-4 zen az, hogyha nehéz a terep, akkor kuka, mert kísérletezek, hogy milyen irányba induljak el. És amikor így megvan a kollektív grabanc, amikor el tudom kapni a táncparketnek így a grabancát, mondjuk egy ilyen 50-60%-ot, akkor elindulok abban az irányban, és akkor jobban össze lehet gyűjteni a többi emberkét is. Na szóval, jön az ötödik zene, ami mindig a tematika alapján egy ilyen nagy klub eposz, vagy klub himnusz, vagy valami olyan, ami egy ilyen wow. Most 20 évet megint visszamegyünk, 2001-ig. A kiadó logóját egyébként szerintem ismeritek. Úgy néz ki a logó, hogy van 2 darab F, meg 2 R betű, tehát FF és RR, és mellette van egy fül. Ez nagyon sok helyen létezett már egyébként, mert a commerce piacon is jelen voltak. Annyit kell tudni, és itt a kiadót érdemes tényleg megjegyezni, hogy 1986-ig nyúlik vissza ennek a kiadónak a története. Egyébként egy ilyen sublabelként indult el a London Records égisze alatt. Pete Tong, az ő nevét ugye gondolom ismeritek, Pete Tong volt az artist és a release manager itt a London Recordsban, és akkor ebből csinálták meg Phil Havelszel az úgynevezett... meg is keresem, mert meg kellett tanulnom nekem is ezt az egész dolgot, de nem is tudom, hogy hol van.
Nem találom. Ja, de itt van, nincs meg. Ja, de a Full Frequency Range Recordings-ot, tehát ez az FFRR és mellette a fülecske. Aztán voltak mindenféle üzleti, meg személyzeti változások, elment belőle a Pittong, aztán majd 2011-ben visszatért, de addig a 90-es években nagyon komoly cuccokat adtak ki, az ő nevükhöz kötődik egyébként Lil Louise-nak a French Kiss, hatalmas nagy house himnusz, illetve dolgoztak a Salt-N-Pepa formátummal, a Push It is szintén ezen a kiadó jött ki, illetve hát Goldie-vel is, az All Saints-el is dolgoztak, szóval azért ez egy elég komoly zenei birodalom, és hát az ő egyik, illetve a kiadó egyik hatalmas nagy zenéjét teszem fel így ötödiknek. Úgy gondolom, hogy az előadókról sem most fogok beszélni, hanem majd a zene után. Nagyon-nagyon remélem, hogy a kívánt hatást fogom ezzel elérni. Én imádom, meg így inkább mix CD-ken hallgattam. Buliban ezt keveset hallottuk. Amikor ez lement buliban, akkor megőrült mindenki. Én most, ez nem egy ilyen sláger lesz, meg nem, tehát nem egy abbra szempontból, ami így az elmúlt műsorok végén volt ötödik zene, hogy azonnal mindenki megismerte. Ez parádé, komolyan mondom. Egy picikét ráadásul kijebb tettem a tűt, hogy nagyobb legyen a csend, ahogyan így kezdődik, meg pattogjon a lemez, és akkor jöjjön az ötödik történet, mondom, ez, írjátok meg, aki felismeri, azonnal írja meg, hogy mi a reakció, ez lesz most itt a házi feladat. Electronic Dance Music. Yeah.
Hát ő volt az Orbital és az Illuminate Medicine Remixben, és egy, hát egy nagyon-nagyon picikét akkor így léleksimogassunk háttérinformációkkal, hogy egyébként a történet Phil és Paul Hartnallhoz fűződik, ők az Orbital, ők testvérek. Ők egyébként a nevüket a Nagy London körüli orbitális autópályáról, az M25-ről kapták. Hatalmas nagy sikerük volt a 90-es években, és egyébként... Az nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jellemző rájuk, ami egyébként a techno kötöttségében nem volt abban az időben, hogy mondom, népszerű, hogy nagyon sokat improvizáltak és megtörték így a dolgaikat. No, hát akkor ennyit így a mai adásról, és azért is kérdeztem, hogy itt van-e még a születésnapos, mert hogy így a DJ azért van, hogy szolgálja ki az embereket, úgyhogy megpróbálok ennek teljes mértékben eleget tenni, és hogyha itt van az Andris, akkor én most itt a háttérben leválogattam az első, nem leválogattam, kiszámoltam az első 10 lemezt. Itt van a 10 lemez, ami itt a táskámban volt. És hogyha itt van a születésnapos Andris, a Kumli Bandi, akkor megkérem őt, hogy 1 és 10 között mondjon egy számot, és mivel a születésnapja van, azért azt a lemezt, amit mond, hogy 1-2, tehát amelyik számot ide beírja nekünk ide a fórumra, akkor azt még lejátszom, hogyha engedi a technika. Úgyhogy kedves születésnapos, kérhetsz egy zenét, mert születésnapod van, úgyhogy légy szíves, 1 és 10 között kérnék szépen egy számot. 8-as, na nézzük, mit, honnan kezdjem. Előről a számolás, vagy hátulról? Jó, szerintem legyen előről, jó? És akkor a 8-as. 1, 2. Nem számolom ki, mert egyébként tudom, hogy melyik a 8-as. Jó választás, jó választás. Élő interaktív rádió TV. Fel vagy rá készülve tényleg, kedves Andris? Na nézzük, hogy mi az, amit kértél. Már itt van. Hoppá, mi ez a zene, gyerekek? Na megvan? Boldog szülinapot, és akkor ez most a 6. zene kivételesen. Egyébként ezzel belenyúltál, mert ez tényleg a flörtben hatalmasat ment. Kedves Arnold, a reneszánsz az csak a kiadó.
Hát igen, Ralph Falcon és a The Dig Radio Sleeve remixében volt a születésnapos kérés és kívánság, és hát figyelem, itt a fórumon annyi mindent kell ünnepelni, annyi mindenféle dolog történt, van a kutyusnak 10. születésnapja, vannak névnapok, valakinek a gyermekének van születésnapja, meg egy csomó minden más is van, úgyhogy tök úgy érzem, hogy most nem nagyon akartak engem így elengedni. Hú, ez majd igazi diszkós, nem, hogy így visszajön a zene. És akkor ütemre beszélek. Ilyenkor szokták. Kiskezi csókolom, hölgyek, urak! Lányoktól egy sikítást! Azok a DJ-k, akik minden szóba tesznek K meg H betűt. Természetesen ez is csak egy kis pikantéria, nem fika. Nem látom a kezeket! Legtöbb H meg a K meg a C, azt hiszem, ez ezekben a szövegekben van. Na hát akkor, mivel ennyi ünnepelt van, meg minden, és meg itt vagyunk jó páran, és még csak 22 óra, 12 van, és még igazából... ja igen, van felkonf is. Halljátok egyébként a kányákat, meg a varjukat, itt a kánya. A borítón több idős kánya. Nem mész haza a diszkóval azonnal, most már vége van. Vagy amikor ilyenkor azonnal felcsattannak a fények, és akkor menjetek haza, a karhatalom így beszokott így alapvetően így azonnal sietni a diszkóba, már mint a biztonsági emberek. Na, így valamilyen szinten ez az, amit ugye a nemzetközi piacról így át lehetne egyébként venni, hogy milyen módban kell fogadni a vendégeket, meg milyen módban kell haza terelni őket, és megmondom őszintén, hogy én is annyira elkaptam ezt a ma estét, hogy még egy lemez szerintem feldobok, hogyha már itt vagyunk. Még mindig azokból az időszakokból, ami egyébként Siófokhoz köthető volt. Nem is tudom, hogy mit akarok mondani. Ja, volt egy kérdés egyébként. Még a Furi tette fel a múlt héten. Ez 45-ön fog pörögni, hogy meddig tervezem és mikor akarok kiszállni ebből az egészből. Most ebbe egy kicsikét ilyen spirituális katyfasz fogok beletenni, ami azt jelenti, hogy ha tervezném, akkor adnék neki a fejemben egy keretet. Tehát, hogyha azt mondanám, hogy eddig szeretném csinálni, akkor ez is lehet, hogy bevonzom, vagy fölrajzolom tudatalat, fölprogramozom magamat arra, hogy meddig szeretném ezt csinálni. Úgyhogy alapvetően nincsen tervezett kiszálló, addig szeretném csinálni, amíg csak lehet. Addig szeretném ezt vinni, amíg lehet, addig szeretném ezt az érzést, addig szeretnék szerepelni, addig szeretnék zenéket játszani, addig szeretnék örömet okozni, vagy igazából máshoz nem értek most, hadd menjek már ebből nyugdíjban valamikor egyszer nagyon későn. Engem így az se érdekel, hogyha ilyen XX évesen valami kis tornácon egy ilyen kávézó mellett ilyen nagy, mondjuk egy ilyen 40 éves rutinnal így adogatom a fiataloknak a kellemes zenéket, vagy valami, csak igazából nincs tervezve. Én ezt szeretném csinálni addig, amíg csak lehet. Ez a szívem vágya, ez az őszinte kérésem az univerzum felé. Remélhetőleg, hogy így támogatnak a csillagok, meg mindenki az úton, meg jó magam is, tehát igazából nekem kell ebbe igazából hinnem, úgy érzem, hogy ezt csinálhatom, ameddig csak lehet. Úgyhogy ez a terv, és akkor még egy zene belefér szerintem ilyen szinten, mert olyan sok mindenkinek van itt mindenféle dolog, amit így meg lehet ünnepelni. Ez is egyébként egy flörthöz köthető nagy sláger, úgyhogy nem is azt mondom, hogy sláger, de az tök mindegy, lejátszom, úgyis megismeritek, örülni fogtok neki, remélem. Szia Misi, nem kistérel semmit, pont itt van az utolsó zene. Ezt is születésnapomra kaptam, és azt mondják, hogy erre a zenére még a Szattyán is leszáll. A Szattyán az mindenre leszáll, föl csipegeti a magot.
Igen, hát ő volt a Matrix és a The Reason, úgyhogy nekem is volt egy jó reason, amúgy itt maradjak még veletek. Egyébként Matrix egyelő Maceoplex, és ha már így ennyire belejöttünk, akkor lehet, hogy legyen még egy zene? Hogy gondoljátok, mi a véleményetek erről? De egyébként valahogy ezt be kéne zárni, ezt az éjszakát, mert hogyha így ebben így tovább megyünk, akkor ha tovább megyünk, akkor sose lesz ennek vége, mert akkor megint elő. Na, előkerül még egy zene, hogy akkor ne legyen ennek vége. Tehát, hogy itt ez a kérdés, hogy legyen ez a történet, mert most van három zene így a kezemben, három lemez. Régen a kártyákban volt ez, hogy alsó, felső, középső. És akkor abból az egyik egyébként egy olyan, amivel így egyébként nagyon sokszor meg szoktam így bontani a Flörtnek a falait. Az ilyen teljes elburulások között szokott előjönni. Ha azt fölteszem, akkor nem tudjuk bezárni ezt az estét. Nem tudom, hogy mennyi energia van még a telefonom aksiában. Ha egy másik nagy eposzt teszek föl egyébként, amit ismertek, az ilyen közepes, és akkor az ilyen tök jó, de az meg egy kicsikét ilyen, nem azt mondom, hogy ilyen faszlóhasztó, de ilyen érdekes. Egyébként hozzátenném, hogy most bizonyítottuk be magunknak azt, hogy ha ismert cuccok pörögnek, akkor az emberek jobban reagálnak, amikor itt óriási nagy művészkedés van, az ilyen hú, ez a kedvenc lemezem, gyerekek, az ilyen, meg olyan deep house, akkor ilyen né. Tehát, hogy az elektronikus zenének, meg az egész kultúrának van ilyen érdekesség, hogy amikor ugye a DJ nevelni akar, akkor nem olyan sikeres, amikor meg így azért az ismertebb cuccok előjönnek, az mindenféle érzést előszed belőlünk, és jó emlékeket, de hát ez így van jól, ez így normális. Na akkor most akkor mi legyen? Nem tudom rádugni a töltőre, mert ezeknek az új telefonoknál, ezeket nem tudom milyen kimenetek, egyébként az ilyen műszaki dolgokból teljes mértékben hülye vagyok. Azon a kimenetben mellettem egy átalakítóval jön be a jel a keverőbe, vagy a keverőből oda megy ki a jel a telefonba, és akkor ezért van ez az adás. És akkor azt írja valaki, hogy legyen klasszik, vagy legyen valami ütős-verős, vagy ilyenek. De akkor mi legyen? Fejezzük tényleg be, hú, 10:30 van, a gyerekek meg még az oviba vannak, úgyhogy sietnem kell. Na, mi legyen? Közkeverni kell a nevelő szándékot, észreveszed a szándékot, keményet, recsegjenek a falak. Na most akkor mi legyen? Tényleg. Igen, foglaltajuk, Zolikám, most van, aki klasszikó, most a középsőt. Na jó, hát akkor oldjam meg én. Ha a középsőt teszem fel, akkor az is lehet, hogy le fognak minket tiltani. De hát akkor próbáljuk meg, az bármi jöhet. Akkor legyen az, hogy most ez a három zene, ami klasszik vokálos, jó? Akkor a születésnapos döntött. Bízunk benne, hogy nem fog letiltani minket a rendszer. Egyébként valamiért tényleg ez került középre, ez nem volt szándékos. Már fenn is van, és akkor így... Akkor ez lesz mára így az utolsó, de csak mára. És akkor... Igen, kockáztatunk, vagy letiltanak, vagy nem. Itt minden jók tiszta, mert lemező van. Köszi szépen így a figyelemet, de még majd ha nem tiltanak le, akkor még jövök, és akkor elköszönök. És akkor így, igen, meg most már elég a születésnaposból. Na mindegy, az a lényeg, hogy ami középen volt, az kerül föl, random, így szedtem össze. Bízunk benne, hogy itt vagyunk. Jöjjön a szignál is. Jó, most már ennyi. Gólyan mondom, most már ti diktáltok, nem, nekem, nem is én nektek. Na, nézzük, hogy mi van a lemezjátszón. Electronic dance music. We'll be right back.
Hát ezt nagyon szépen kifédelték a fiúk így a lemeznek a végén, elfogyott a mikróbarázda, és így lett vége a mai adásnak. Kettő ráadás zenével mentünk, vagy hárommal, nem is tudom. Hárommal, gyerekek. Ja nem, vagy de, nem is emlékszem már, mi történt itt. Na, olyan, mint, ez egész olyan, mint egy buli. Aztán valaki itt írta, hogy így merre van a ruhatár, nem? A Spiller Groove Jetre mondtam, hogy anyám is szereti a Flirtbe, és akkor ez az volt. Na szóval így az a lényeg, hogy így remélhetőleg nem akadtunk le, még itt vagyunk, hogy titi-titi-titi. Na mindegy, nem is tudom, hogy mit akartam mondani. Valamit akartam mondani, gyerekek. Elfelejtettem. Ja, az, hogy így valaki írt, hogy most vége a bulinak, és akkor irány a ruhatár, és hogy hol van a biléta, és most már annyira bepörögtem én is itt ezektől a zenéktől, hogy a bilétáról megint kijött a szokásos fárasztó szóvic, hogy a biléta az a léta, aki Jackivel is, meg kardigánnal is, egyszer a kettővel, vagy mindenkivel. Na mindegy, remélhetőleg, hogy ez is átment, mint vicc, vagy nem is tudom micsoda. Köszi szépen, hogy velem voltatok, remélhetőleg jövő vasárnap ezt folytatjuk, és akkor följött most az ötlet a mai műsorban, hogy ha ez tényleg így összekötött minket ebbe az egész helyzetbe, és itt vasárnapra a Pizsiben meg az eszközök előtt együtt voltunk, akkor majd csinálunk egy ilyen bulit, és akkor majd az lesz a neve, hogy Privát Gondolatok, Családi Léleksimogató, és akkor a rádió tévét majd lehagyjuk róla, és akkor majd egyszer így összejövünk, és akkor ezt a lemezes ládát, vagy ezt a szekrényt lecipeljük, és akkor majd így összejövünk. De akkor el kell, hogy gyertek, ezt meg kell, hogy ígérjétek, mert nem fogok ám csak úgy 20 embernek zenégetni. Legalább 150-en kell, hogy legyünk. Na mindegy. Nincs más hátra, mint előre. Felkészülök a holnapi első munkanapra, mert hogy megyek dolgozni. Aki szereti a risottót, az majd jöjjön a Szentendrei Ocean parkolóba. Ott van egy jó kis kocsi, és akkor majd ott. Csak lassan, jó? Mert így nem megy olyan gyorsan, még várjátok türelemmel, amíg elkészül az egész, úgyhogy ne sürgessetek, mert akkor zavarba fogok jönni, meg ilyenek, és akkor találkozunk jövő héten majd itt, meg egy csomó helyen, meg remélhetőleg hamarosan majd a bulikban, és akkor ezt majd kitalálom, megtervezem, hogy hogy lesz ez az este. Di-di-di-di-di-di-di-di-di. Sziasztok, jó éjszakát! MZ per X, jelkezz! Electronic Dance Music. Ez volt a Privát Gondolatok, a tematikus, elektronikus zenei léleksimogató.